Sziasztok! Hát most elég sötét van, annyira nem láttok. Hajnali fél egy van, és indítok nektek most egy vlogot, ami ugyebár igen, már éjfél után vagyunk, úgyhogy a mai napunkról fog szólni. Mégpedig arról, hogy lagzizni megyünk Szihalomba. Az a helyzet, hogy az autónk az úgy 10 óra fele átvittem, hogy átviszem a gyerekeket Ritukához, megadta magát, úgyhogy azt ide levontattuk Emilhez. Daniék idatták a kis Hondájukat, úgyhogy ezzel fogunk menni. Már az első pillanatban kezdődnek a problematikák. Most hazamegyek, én is még kivosolom a haján, bepakolunk kamerákat, cuccokat, mindent, hát nem tudom, mire megfőzünk, mire elkészülünk is mindennel. Közben a fény az lement, bocsász. Na, mire minden elkészülünk, lesz szerintem olyan 3 óra, 6-kor meg már el kell induljunk, mert 9 órára ott kellene a helyszínen, alszunk pár óra hosszát, aztán jelentkezek nektek. Sziasztok mindenkinek, újra itt. Na, hát 8:30 van, a fáradtságtól nem látok még így se, 5 óra volt, mire lefeküdtünk, mert vágtuk nektek a Rácz Family Show-t, pakoltuk, én a hajamat megcsináltam, meg ez meg az. Megmondom az őszintét, délikén aludni, kialudtam magam, mindegy, nem az a lényeg. Elkezdtük az öltözködést, amúgy 9 órára ott kellett volna legyünk, csak Krisztián a vőlegényen beszélt, és mondta, hogy még ha 1 órára érünk oda, se gond, mert úgyis akkor kezdődnek ott a dolgok. Na jó, de hát azért mi nem egyre fogunk érkezni, hanem hamarabb. Szerintem be van rakadva. Na, a lényeg, hogy amiért bejelentkeztem, hogy lássátok, hogy milyen megviselt állapotban vagyok. Na mindegy, lényegtelen hülyeskedek. Mindig jó kedvem van, még a fáradtságom ellenére is jó kedvű vagyok, ezért szeretem én magam. Na mindegy, felöltözünk, megmutassuk nektek az outfitet. Jézus, hogy mit veszek fel. Oda kiszakad az eső, olyan víz van, hogy a ló állva iszik. Na mindegy, felöltözünk, aztán jelentkezek. Na itt is vagyok, fürdőszobába egy adag szennyes, ott marad, majd az évek megcsinálom. Na elkészült az outfitem, ezt a szettet vettem fel, mutasd egy kicsit így le azaz, és egy ilyen kis csizmával. Megmondom az őszintét, nem igazándiból tetszik, de meleg. Amúgy ez ilyen kivágó fit, és hát én alá vettem ilyen garbót, mert nem szeretem, ha kilátszódik a címerem. Úgyhogy én így leszek. Elpakoltunk mindent, ugye Krisztián? Telefontöltőt beraktam a táskába. Úgyhogy nincs más dolgunk, mint indulni. A szemem alatti táskák azok még ott vannak, ott is lesznek. Alapozót nem raktam, mert nem szoktam. Jó, van ez úgy. Na, hosszú után előttünk, úgyhogy indulunk is. Itt vagyunk a Derecskei benzinkúton, ömlik az eső. Aztán betankolt, megint nem veszünk egy-egy szendvicset, hogy éhen ne legyünk azért. Úgyhogy lassan indulás. Autópályán jövünk, gyerekek, megmondom az őszintét, hogy eső van, hogy alig lehet látni valamit rendesen. Lássátok, hogy ahol mennek a kocsit, hogy olyan, ahogy csapják fel a vizet, hogy szinte, mint a füst olyan. De akkor is mennek az emberek, mert be vannak izgulva, annyira sietnek. Nem bírnak magukkal. Az előbb is jön, itt balról jött egy kocsi, ugye átjött jobb oldali sávba. Se irányjelző, se semmi. Ráadásul alapból se lehet úgy menni. Pláne meg, hogy ilyen rossz látási viszonyok között vagyunk, meg nagyon kéne. Szerintem az az irányjelző. Mondom, nagyon foglalkoztak vele, aztán csodálkozunk, hogy annyi baj van. Hiába, te vigyázol a másik, meg szarik vele magyarul mondom. Úgyhogy mindenkinek mondom, hogy figyeljetek az úton, mert én azt mondom, hogy lassan járj, tovább kész. Ennyi az én mondom. És még akkor ilyen táblák is vannak kirakva. Ugye megmutatom nektek. Mi ez a kiforgóhang? Ezt csinál, gondolom? Aha. Mi ez? Szembe jövő forgalom. Mi van? Szembe jövő forgalom.
ilyen táblákon is jelzik, hogy nedves burkolat csökkentse a sebességet. Vagyunk még gyerekek egy óra, hogy odaérjük a helyszínre. Majd jelentkezek még. Na, itt megérkeztünk a helyszínre, Szihalom tájháznál vagyunk, és akkor itt volt a buli. Mindjárt megmutatom belül milyen. Na, hát itt már nyomták a bulit. Itt van nekünk a vőlegényünk és a mennyasszonyunk, ugye a férj és feleség, Henny és a Pisti. Kriszünk itt nagyba csinálta róluk a felvételt. Most vágunk is be nektek egy kis részletet ebből a felvételből. Na, és hát itt már mi kajálunk is. Nagyon finom tyúkhús levest tettünk, és töltött káposztát. Nagyon finom voltak, nagyon finomak voltak a sütik, a torta is, minden, na minden. Hát ugye volt ugye később ilyen hidegtálak is, azokat már nem vettem le nektek, de ezt még épp pont levettem, ugye itt leültünk enni. Hát Krisztián másodjára szedte leves, már nagyon ízlett neki. Amúgy is ő leveses, de ez a leves tényleg nagyon finom lett, úgyhogy nagyon ízlett neki. Megy a buli gyerekek, nem soká itt vannak apujék is. Már rögtünk, úgyhogy most van kb. Nem tudom, 6 óra körül van, ugye? De úgy, ahogy, mint azért 3, bocsánat, ilyen 3 óra körül van, megmutatom nektek, milyen szép a mennyasszonyi torta is. Na és akkor itt láthatjátok a csodaszép tortát, és hát rakok nektek ide, ezt én készítettem ezt a fotót róla, ez egy másik, és még volt még ezen kívül másik tortájuk is. Közben megérkeztek apujék, itt épp ekkor értek oda, hát nagyon örültek neki, meg várták őket, meg hát mi is vártuk. Nem értesem. Most hát figyeljétek ezt a kiszállást apunál. Hát jó, hosszú volt az út, az tény és való. Fárasztó azért úgy itt ülni, de hát, na figyelj. Alig bírt szegény kiszállni. És hát itt köszöntötték egymást, meg őket köszöntötték a vőlegény, meg a családtagok. Úgyhogy itt most azt látjátok. Itt happy birthday to you, everybody van most. Aztán, hát igen, én most bevillanok közben fotó, készülnek a szebbnél szebb fotók itt. Puszi, minden megy, úgyhogy aztán pedig jött a bepakolás nekik. Egy rövid kis beszélgetés után. Na és akkor most hadd szóljon, mutatunk nektek a buliból részleteket. Amíg az igaz, akadatom, hogy valami utcán kőba. Kérdezve gyakorol egyszer rám, hogy hivatalos vagyok oda, én is nem mennék el a százszor üzenni. Hivatalos vagyok oda, én is nem mennék el a százszor üzenni. Thank you.
Srácok, na végeztünk a bulival. Sziasztok. Sok kilométert hagytunk a hátunk mögött, már most itt Debrecenbe bejöttünk tankolni, mert ugye mondtam nektek, hogy kölcsön kértük a kocsit, mert a miénk pont előtt este elromlott, ezt tudjátok nálunk szokás, és bejöttünk tankolni. Liza sír értem, nagyon vár haza, mert egy napig max távol van tőlem, de az is ritkán, ez már most lenne nekem a második, de hát én már most megyek érte. Fél egy van. Úgyhogy bejöttünk a Mekibe, veszünk egy kis sajtburgert. Ja. Veszünk sajtburgert, aztán megyünk Szovátra, a gyerekeket felvesszük, és aztán pedig megyünk haza. Büdös van, basszus. Befűrünk, azért állt meg nálam a szó, mert mindjárt behányok, olyan büdös van itt. Valami dögszag van. Valamit megnyugodtak kint. Hát ez valami furcsa szag. Kinek van kedvem úgy így itt tenni? Nekem nem. Fú, én biztos, hogy nem eszek. Szerintem menjünk innen, nem, nekem nem kell sajtburger. Nem viccelek. Ne ízeljél már bele. Hát nagyon büdös van. Na. Akkor hol menjünk haza? Uh-huh. Akkor menjünk. Akkor túl vagy, nem kérünk semmit. Nem tudom, mi a szag van. De mi az a szag? Mondjuk akkor tankolni szóval mikor a fel.
Miért? Megbírod enni a sajtburgert? De te megbírod enni a sajtburgert? Nem, de most hogy bejöttünk. Akkor nem. Ha, akkor azért vegyem meg, hogyha nem esszük meg. Nem kell megvenni, csak kiengednek te. Magában nem biztos. Jó, Istenem. Na mindegy. Sok kocsi sor áll, úgyhogy most itt vagyunk a helyszínen. Jó kis buli volt. Hát el is fáradtam én is, Krisztál is amúgy is keveset aludtam, mert minden. Most vár ránk egy jó kiadós alvás, pihenés. Én most 11 óráig nem kelek fel. Ennyi, nem? Kialusszuk magunkat, Krisztián? Tudod. Te nem alszod ki magad? Nem tudom. Lehet nem mi? Most mi a bajod? Most mi a bajod? Azt a putyára bejöttem, de mehetünk volna. De miért ezt én tudtam, hogy itt ilyen dögszag van? Mi te nem érzed? Jól érzed magad a dögszakba? De hogy megyek itt most? De most az nem arról van szó. Kimegyünk, nem kérünk, mert dögszak van. Bemondom én a nőnek. Miért van a megkérdő dögszak? Most őszintén mondjátok meg. Hogy éreztetek már megkérdő dögszakot? Mert itt határozottan dögszak van. De mi van most itt? Én megkérdezem aztán, hogy mi ez a büdös itt? Nem tudja valaki? Vagy a szennyvizet izélik belefele engedik? Vagy mit művelnek? Orfacsaró bűz, gondoljatok el. Mindig ez lenne valóta, nézd meg, én nem vagyok éhes egyáltalán. Nem lett, vannak mögöttünk? Kocsisor. Ne játsz ma. Kocsisorban van ott. Hát akkor nem tudom, hogy mit tette itt most? Lefagyott a rendszer. Úgy, amúgy, meg, amúgy is már haza akartunk menni. Csak be kellett jönni Debrecenbe tántolni. Jó, majd otthon még bejelentkezek. És elköszönök. Nem történik semmi. Krisztián megkérdezi, ha azt akarja. Megkérdezi, mi ez a bűz. Orfacsaró bűz. Most ahol kaját árulnak gyerekek, ott ilyen bűzös van. Kire gurul a kocsának. Szia! Nem kérünk semmit, mert olyan bűz van itt kint, hogy elment az étvágyunk. Nem tudom, mi ez a büdös itt kint. Tessék? Olyan bűz van, orfacsaró bűz, hogy nem tudunk enni. Úgyhogy nem kérünk. Nem kérünk semmit. Nem, köszi. Nem, nem, kér. Hello. Jó utat tett. Várják ezek kint milyen szag van. Nem, nem érzik, hogy kint milyen szag van. De rájön, az onnan jön. Ott volt az akna, nem láttad. De hogy raknak egy aknát a Mekihez, ahol kikéred a kaját? Kinek van a büdösbe kell? Én ha nem eszek se bárom, csak büdös ne legyen. Nem, csak nem azt mondom most, hanem megérzek valami szagot, képes vagyok nem enni. Hát itt meg nem hogy szagot érzel, itt valami elviseletlen bűz van. Összehányom magam, és nem tudunk kimenni, előttünk áll, hogy 6 autó, és olyan lassan mennek, mint a izék. Tényleg, hátulettünk volna. Uh-huh. Meg mögöttünk van, hogy hátratulettünk volna, ezt akkor ott nem arról elmentünk volna, de van meg mögöttünk, úgyhogy be vagyunk így szorulva. Na végre, itthon vagyok, annyira imádok a házamban, én amúgy a házam rabja vagyok. Vagy nem tudom, mindenki így van vele, hogy oké, el vagy valameddig ideig, óraig valahol, de már rendesen, meg vagy őrülve, hogy otthon lehessél. Bejössz, és a házadnak az illata, ez a légkör, ez... imádok itthon lenni. Na mindegy. Hazajöttem, elmentünk lefürödni. Hát, ugye nem mentem, és oda mentünk a Mekibe, de nem vettünk hamburgert, mert nagyon büdös hüdökszag volt. Így hát, ugye Liza hazajött, sőt, krumplit kell neki. Arítok, annyi kaját főzött neki, hogy brutál. Spagetti, pizzát rendelt, levest csinált nekik. Ez az amaz, tehát ő nem eszik. Aki úgy nagyon úgy néz minket, az tudja, hogy Liza mennyire nem nagyon eszik. És hát most sült krumplit kívánt, úgyhogy én sütök neki sült krumplit. 2 óra van, hajnali 2, megeszi, utána megyünk aludni, és majd csak szerintem 11 óra fele fogunk felkelni. Most kialusszuk magunkat, úgy sincs iskola, szünidő van. Pihenjetek ti is nagyon sokat, gyerekek, de azért majd ne felejtsetek el kicsit tanulni is. Mindenkinek kellemes őszi szünetet kívánok, köszönöm szépen, hogy velem voltatok ebbe a videóba, ami amúgy nektek kis rövid, de nekünk nagyon hosszú nap volt. Millió puszit küldünk nektek, sziasztok!